maga délelőtt követ érkezett Rákóczitól. Szeptemberben állították színpadra a Bujdosó Fejedelem című ismeretterjesztő történelmi színi előadást is. Az eseménynek a József Attila lakótelepi közösségi ház adott otthont. Szeptember 19-én az Új Nemzeti Kamara Színház előadásában Rákóczi Ferenc életét bemutató művet láthatott a közönség. Ez a darab azt hiszem, hogy a lehető legjobbkor jött az Új Nemzeti Kamara Színháznak, hiszen ebben az időben, a 21. században igenis nagyon nagy szüksége van mindenkinek arra, hogy legyenek példaképei. És ilyen példakép lehet például Rákóczi Ferenc, Mikes Kelemen, vagy akár Zrínyi Ilona, akit én játszom, hiszen ők olyan történelmi személyiségek, akiknek az élete, illetve az egész életükben a hitük mindenki előtt a mai napig is példaként lebeghet. Kócai régennek, Bujdosó fejedelemnek, a toronyból késő este tárogató sír. Ezzel a darab választással elsősorban az, ami a színház feladata is, hogy az elszakított országrészeken a határon túlélő magyarságnak színházi előadásokat hozzunk létre. Azért éppen Rákóczit választottuk, mert sokunk számára ő a legnagyobb magyar, hiszen ő volt az, aki egész egzisztenciáját, a hatalmas Rákóczi vagyont és az életét is a szabadságharcra, a magyar nép felszabadítására tette föl. Ő volt az első az, aki a magyar népet nemzetté kovácsolta. Hatalmas vagyonát áldozta föl a szabadságharc érdekében. Ő volt, aki először hirdetett vallásszabadságot, és a harcoló jobbágyoknak felszabadítást ígért. Ezért választottuk Rákóczit, és azért is, mert sajnos a magyar történelem könyvekben, az iskolákban elég kevés szó esik Rákócziról, nem is beszélve a határon túli történelem könyvekről. Élnénk csendesen egymásért. Rodostóban, ahol ház maradt rád az urattól. Vagy... Jaroszlót mondtál? Jaroszlót Kelemen. És már minden el is van intézve a menetelhez. A fejedelem őnagysága kérésére ki is bocsátatott a fermán a Lengyelországba való visszatéréshez. 43-an mennénk, 10 szekérrel, 3 nap múlva. Jaroszlóba? 3 nap múlva? 10 szekérrel is? Eddig miért nem mondtad, hogy menni akarsz Zsuzsika? Ami jellemző volt Rákóczira, az a fajta tisztesség, amelyet már ritkán találkozunk ma ilyennel, rendkívüli becsületes volt, szorgalmas, eszes és kiváló hadvezér. Egy ilyen ember árnyékában egy olyan szerepet játszani, amelyben az ő nagyságát idézzük fel, életének az utolsó rodostói időszakát. Nem beszélve arról, hogy Mikes Kelemen olyan ragyogó író volt, hogy érdemes lenne tehatóbban is foglalkozni vele, de hát ezt tudjuk, hogy erre már nem igen van lehetősége. Kevés számú magyar irodalom is rá. Csak tanulj szorgalmasan, és ne feledd. Nincs semmi sem a világon olyan fontos, mint a becsület és a jó hír, a jó név. Ez soha el nem hal, hanem örökkön, örökké él. Fantasztikus egy olyan embernek a bőrébe bújni, aki korának a legelismertebb asszonya volt. Nem csak a bátorságával, hanem az anyai szeretetével, az Istenben és a magyarságba vetett hitével élt annak idején, és nekem ő számomra tényleg egy példaképpé tudja kinőni magát. Nagyon fontos, hogy azt a pontot el tudjam érni, hogy egy 300-400 évvel ezelőtti személyiséget most úgy tudjak megjeleníteni, hogy az egy 21. századi embernek szintén példakép lehessen, illetve megértse azokat a gondolatokat, azokat az értelmeket, amiket ők annak idején élt. Első Lipót! Császár, a koronatanács ülésén, amikor magához hívta Ratisztláv kancellárt,
és Kolonics érseket, szembesülhetett mindjárt a Rákóczi manifesztum tartalmával. Ebben az évadban három darabot mutatunk be, illetve már az egyiket bemutattuk. Ugye a mi feladatunk az, hogy turnék során juttassuk el ezeket a távoli részekre. Hát igen, távol voltunk. Az első turnén májusban mentünk Csángóföldön, tehát a Kárpátokon túlra, az ezer éves magyar határon túlra. Ott gyerekelőadásunk volt a Vándormondók a címmel. Ez most a második turné, ami előtt állunk. Ez Erdélyben, egészen pontosan Székelyföldön, a Nyárád és a Maros mentén, apróbb kisebb falvakban, városokban lesz. És a harmadik turné, ezt a turnét követő 4 nap, és utána indulunk már is a Párciumba Aranymetszet címmel, egy Arany János életét feldolgozó darabbal, amely elsősorban Arany János önéletrajzi írásaiból merít. 12 éves volt, amikor utoljára láthatta őt édesanyja. A hatalmas Rákóczi vagyunk kezelését pedig a császár Kolonics érsekre bízta, akit megbízott az ifjú Rákóczi gyámságával is. Nagyon szükséges az, hogy az emberekben benne legyen az a hit, ami az elmúlt évek velünk hozták, és hogy igazándiból senki nem mondhatja azt, hogy a mai napig is nem lehet büszke a történelmére és arra a tényre, hogy magyar. Mennyi változáson mentem már által, de az Istennek gondviselése mindig velem volt, és van mindnyájunkkal. Egész prédikációt írhatnék a siralomnak völgyében lévő változó életünkről, amely változást mindaddig próbáljuk, valamíg az örömnek hegyére nem érünk. És akkor megszűnünk mind a kéréstől, mind a bűntől, mind a bujdosástól.